és úgy van most ez itt berendezve, csak szlovák nyelvű a felirat. A keresztneveket szlovákul, Helen az Rinská, ovásítottak mindenkit. Tudnélik, a Szlovák Akadémiának van egy ilyen kiadványa, amiben azt írja, hogy 1850 előtt használatos neveket, családneveket, keresztneveket a szlovák helyesírás szerint kell használni. Szóval oda kell tenni az ovát, hogyha én Kovács lennék, akkor mivel ez helyesírási hiba, belőlem Kovács ovát kellene csinálni. Igen. Automatikusan. És a nem. Helyesírási irodából. Szabály, családnév, Kovács ová lennék. A nő ová. A nő ová, férfiak nem. Úgyhogy azért van, hogy Helena Zrinská. Mert azt nem lehet ovásítani. A Szabóvával van a legtöbb, nem mondja, az alapnév a Szabó. Igen. Most hát úgy kínálni, hogy Szabóová. Igen. De ez nem megy, úgyhogy Szabóvá. De hát akkor, ha az ovát levesszük, akkor Szabnak, nem a férjet, nem Szabnak hívják, de Szabónak. Hát szóval ilyen agyrémek. Miért van itt ez a harang? Azt még tudod? Kassán vagyunk. Kassán vagyunk, és itt van egy harang. Mi történt? Mit csinált? Ez a harangöntők utcája volt? Igen. Danival vagyunk. Hallottad? Harangöntők utcája. És a városfal az itt mögöttünk látszik egy darab, a városfalnak. Városfalnak látszik egy darabja, igen. Én beszélek. Jól van szívem, nyughas. Engem kérnek. Igen, tudom, hogy nem szeretem itt a nyarokosságokat. Ezek voltak a zsidó házak, amit a városfalra építettünk. A falra, ja, már mint hogy a, igen. Igen, a városfalra építettem. De is tudod? Akkor ez a falon belül volt. Igen. Aztán van egy újabb, ahol most fölharmonia működik, és van egy legújabb, amit használnak, és van most, olyan kevesen vannak, hogy ez túl nagy. Ezt használják? Ezt, itt van egy étterem. Ezt a raktára volt. Itt van egy étterem. És most ezt az étterem hozták. A Rothschild alapítvány pénzügy. De most itt szép az eleje. És hogy ilyen egyszerűen a festéket azon csodálkozom, már biztos volt azért valami egyéb szín is. De nem használják. Aki MVG-mánt akart lenni. Itt van egy étterem. Itt van egy étterem, ahogy Dani mondja. Igen, Dani? Étterem van? És akkor ez... Itt pizzát lehet sütni? És a Florinagyinak volt az osztálytársa. És aztán, hogyha jött Kassára... Kimegyünk a Ligetre? Nem megyünk a Ligetre. Esetleg utána. És aztán hát... Nem, nem. A Ligeten csak fák vannak, én kell, én le kell itten írjam is. Gyere csak, add a kezed. Nézzétek meg Daninak mekkora keze van. Egyébként, hogy tudja mindenki, Dani tud vívni. Ő vívni jár. És láttam, ahogy vív, hát nagyszerű vívó lesz. Még szóró sem tudott ebben a korban, Dani korában ilyeneket csinálni, ugye? Igen. És gombfocizni is nagyon jól tud. Gombfociztunk, és 8-6-ra nyert. Nagyon érdekes volt, és én még öngólt is tudtam rúgni. De hiába, Dani ellen nem lehetett nyerni. És most Kassa fővárosán, ez a város fő része, központja. Kassa szép város. Ugye? Neked is tetszik? Igen. Közel van az óvi? Tessék. Az óvi közel van? Hát nem egészen. Nem egészen. Nem, hát csak kérdeztem. A Kassa főszállnak az előnye... meg az óvi. Nem szívem. Majd olyan következő alkalommal. Azért ilyen széles, mert befolyt a Csermely-patak észak felől,
és majd meglátjuk az Andrássy palotának ketté válik, úgy, ahogy mennek a sínek. És akkor itt egy ilyen sziget alakult ki, és azon volt a dóm, a Mihály kápolnai temetkezés, és körülött a temetkezés. Szóval merre terülzően elkértek a temetkezéseket, és akkor itt egy ligettet alakítottak ki. Itt fogadták Mortit 38-ban, ez mindig az ügyeletes tér. És aztán itt ilyen, itt volt Stefánik szobor, magyarok alatt országzászló, aztán Gótval, Vöröscsillag, minden, és aztán 90 után úgy döntött a városvezető, és oda teszik az angyalkával a város címerét, hogy ez olyan állandóbb. Ez állandóbb. Megmutatom az angyalkát, a város... Gótvaldot lerendezték 90-ben. Ez az Icsi palota, ez a tudományos könyvtár. Melyik? Ez itt a tudományos könyvtár. Ez az Icsi palota, a tudományos könyvtár. Telefont ezt tedd a zsebedbe, jó? Kérlek, vigyázzál te rá, mert nekem húzta a zsebemet. Nincs olyan nagy zsebed? Hallám. Nem baj, nem megy. Akkor majd szenvedek én, ugye? Tulajdonképpen itt régen egy kombin szobor állt, több alakos, és az alapzati palerkénből volt, ahol a 48-as ütközetek voltak felírva. Azt megtaláltuk a 80-as években a Hernád gátba beépítve, mert ugye lehetett a Segesvár, Temesvár, lehetett olvasni a dátumokat, meg a helységeket. Beépítve? A gátba, igen, az mint igen. Kő, felhasználtak, mint követ. És 19-ben, amikor már itt voltak a cselégionisták, cicám, légy szíves, Lórit, ne szórakoztasd, akkor március 15-én ide kijött egy néma kisebb töveg ilyen hóvirággal a szobor köré, és a cselégionisták közéjük lőttek. A 13 éves kislány a mamával és egy fiatalember meghaltak, és két napra rá eltűnt a Honvéd szobor. Ez egy több alakos, nagy, monumentális szobor volt. A rossz nyelvek szerint vencelt öntettek belőle, mert 20-ba valóban egy vencel szobrot állítottak az Orbán torony mellé. Úgyhogy itt, ahol ez a... bemehetünk ide. Jó. A ligetbe. Gyere, és itt megmutattuk neked valamit. Jó. Na, itt is szokott, hogy helyen volt között. És eltűnt, kezdjük okon. Eltűnt, nem tudják meg. Lehet, hogy a Vencel töntötték, de lehet, hogy nem, de nyoma vesz. Csak a következőt. Ez évekig nem volt látogatható. Itt háború után még német nyelvű misék voltak. Uh-huh. Egyszer egy héten is német nyelvű misé volt. Aztán a 60-as években beszélték, hogy életveszélyes. És ide ezeket a sírköveket, amikor felszámolták itt a temetőt, ide az oldalába beépítették. Jó, rendben van, mutasd meg a számot. Na, halám, gyere, mutasd meg. Itt van. Ide föltöd mellettük. Lássa mindenki. Ez igen. Figyeljétek meg. Hát és le, hogy fogsz tudni lemászni utána? Hát? Nem félsz lemászni? Nem. Zorro nem szokott fára mászni. Tudom, de Zorro fán szok. De Zorro tud fára mászni. Biztos, hogy benne Zorro tud fára mászni? Zorro tud felugrani a fára, és úgy olyan törököket. Én nem emlékszem, úgy csinálta volna. Segítsek? Hát csak nem, nem kell. Biztos nem kell? Gratulálok, ez az. Mindenki látta, hiába. És amikor kicsi voltál, hol játszottunk, hogy megyünk haza, meg szobában van? Meg vannak még a feliratok előtt? Meg vannak, be van zárva, mint múzeum, hogy nagyon szép. Ez a katolikus egyház. És ez a rózsaszín a püspöki palota. Kassán vagyunk. Mit
90-es évek elején az egyház megyéket az országhatárokhoz igazították. Addig bírták tartani az egyház megyét, és mióta ez van, azóta érsekség lett, nem püspökség. Ez püspöki palota, hát ez mindig... Szóval a 90-es években csinálták akkor. Az államhatárokhoz igazították, mert addig az egri érsekséghez tartozott Kassa. Igen. És itt volt püspök, az egy püspöki palota, és itt van az érsek. Igen. Érdekesen csinálták. Nagyon. De hogy még kell, pont a 90-es években adni hát gyönyörű. Rendszeres évekig Egerhez tartozott. Érdekes, hogy most már nem. Gyerünk, Danikám, gyerünk! Egy-kettő Zorro! Átugrani még egyszer. Egy, és most! Az igen, mint a nyíl! Ez magas, ne ugorjál! Itt van ebben az utcában a Löffler ház, amiről beszéltünk, és itt van Jakabi Gyula bácsi szobra itt a járdán, szóval rajta egy ilyen ember alak. Igen, látom a hátán. Igen, nincs talapzaton. Most ezt a bejáratot használja a Dom, mert a főbejáratot, és fölötte a Rákóczi freskót, és ott van a Rákóczi kripta, restaurálják, azért van így leleplezve a dolog. És azért van ez. Hát az északi kapunak, hogy főkapunk is. Mert az üzik, hogy távol van. Köszönöm, hogy
Dani, Dani. Templomba vagyok, viccenként, kész, nem viccel, immóta, hanem... Az ételkép, ez nagyon szép, mert amikor becsukják ott is, ugye a bőtől, ott vannak az oltárképek, és ez a szentségkép, amit itt még szépen mondanak, azt a lengyelek kezdtek megíteni. Aztán kell eszembe, hogy az egyház visszakapta. Akkor leálltak a munkát, most itt kezdett szakvágóra menni, itt beszállt Magyarország, nem valamit mondani. Ebbe? Orbán torony. És benne voltak a Rákóczi temetés erekjéi, a zászlók, mint minden leégett. Az emberiesség tűzoltók hamarabb itt voltak, mint a passaiak, és hát amit a tűz nem emésztett meg, azt még a befejezték a tűzoltók a rengeteg vízzel. És akkor leszakadt ez a torony, megrongálódott, az van ide kiállítva. És van egy új torony, ami úgy szól, hogy tűzát nem hallják. Sehogy. És egy viasz panoptikum van most ide berendezve, és itt is az Orbán torony körül ezek a nagy kövek, ezek ebből a temetőből való legszebb sírkövek, amiket ide tettem. Tehát ez Nem tudtam nem tudom, ment egy autóbusz Horvátországba, ilyen jogásokkal, és a 45 személyből 30-a meghaltak, és idehoznak virágokat, hogy itt emlékeznek a családok közösen. Nem tudom, miért nem a temetőben. Hát ez van egy pillanat. Ahol a vitézet ügyvele, ez egy jó épület volt, és hát a passai kincset itt állították ki a pénzredőben, amikor renoválták, 62-ben renoválták, ez a 30 kilónyi arany kegytárgyakat és ékszereket, és ez a 60-as években nagyon szépen ahhoz az időhöz képest, és a szociális kérdőn, hogy részkilincs, hogy odafigyeltek, intenziás parket, mindent helyreállítottak, és itt volt kiállítva. Na most, amikor visszakapta a katolikus egyház, akkor az volt az első dolgok, hogy a múzeumon nem kötöttek szerződést, a múzeum elég a kassai arány nincsen, és ő itt, ahogy látod, hogy egy ablak, úgy volt egy üzlet. És az első karácsony egy ilyen latyak volt a december eleje, és ugye millió ember, ugye akkor bejött ez a sok kínai, meg mindenféle vacatáró, meg a bécsi búvli, a vízforralottól a gőzdülös rosolóig, és akkor minden tárultak, és hogy láttam, hogy az intenziás padlóra fölmegyek, azt mondom, hogy borzalmas. Az egyház meg azt mondja, hogy valamiből élni kell. Benne az udvar, hogy szépen rendben van, hogy téve egy átjáróház, és aztán még ott van a Barkóczi palota, hogy olyan virágos rózsaszín faburkolat az alja. Az egy nagyon szép épület, szépen rendben is van hozva, az a városi könyvtár. Úgyhogy...
úgyhogy mehetünk ezen a másik oldalon, itt már elhagytuk a vármegyeházat, azt már visszafelé megnézzük, és ez a sarok mindig gyógyszertár volt, és itt a sarkon fönt az ablakok alatt van egy ilyen kiszögelés a sarkon, és egy fekete tárka. Az van írva, hogy Molnár Patrika. És ezt mindig nézzük és őrizzük, hogy ott van, ott van a tábla. Elég magasan van, úgyhogy mennyi. És itt van a tábla, és elég magasan van, hogy jöjjön. Ezt a főbejárat, itt van a Mindenszer, hát azt írta, hogy magyarul voltak írva, hát latinul írták, de Erzsébetet nem írták ki sehogy. Itt egy nagyon érdekes dolog van, ugye mindig jött a jövésmenés, hogy a reformátusok voltak túlsúlyba, Bocskai, Tököli, ugye mikor milyen széljárás volt, és ez látszik itt is, mert a pokolba menő között ott van egy püspöki süveget viselő pap is. Itt van ugye a mennyország, és minden udvar átjáró a főutcánkasán. Minden udvar átjáró, és a következő utcafrontban már kisebb a ház. Most van, visszakapták a régi neveiket az utcák 90 után, hogy ott van a Kovács utca, mert ott laktak a Kovácsok, és akkor ott még a homlokzat jobbról-balról nagyobb, de már a Lakatos és Fazekas utca felé az még kisebb. És akkor, ahol nem átjáró már a Fazekas Lakatoson, a kisházaknál, ott is így van az utcafront, és van a ház, és közte van a kiskert, és belső udvar. Úgyhogy így van végélet. A másik oldalon vannak a Mészáros utca, oda megyünk forrózott, vannak a Mároly gondok, és akkor ugyanígy, hogy itt emeletes, ott már csak egy emeletes, ott aztán még kisebb, és így meg. Szóval, hogy nem átgondolva, német precizitás. Átmegyünk megnézni majd anyát is, jó? Akkor a dolgot építették, hasának 6000 lakosa volt. Úgyhogy itt van majd. Ez komoly anyagi erőfeszítés is volt. Ezen a házon volt egy nagyon szép zárt lodzsia. Állítólag Mátyás király felesége innen nézte a dolgon az építkezést, mert az utolsó igazi nagy lökést és pénzadományt Mátyás király adta. És a csonkatornyot soha nem zajlott. Oda megyünk szüven, csak egy ilyen rohadt, hogy megyünk. Dani, ide jössz, hogy beadjunk. Fényképezünk néha. Gyere. Engem fogtam. Beteszedem. Régi városház épületen. Fönt egy nagyon szép tisztelem van, gyönyörű freskókkal, egy napterem, amit akkor használnak, hogyha idegen vendéget fogad a város. Itt a zászlóról tartó, őrségváltás, és úgy fogadják a vendégedet, a teremben szoktak csinálni koncerteket és kamara koncerteket. Nagyon szép. Van bent egy kultúrterem, ami régen mozi volt. Lent voltak a városi pincék, hatalmas pincék vannak ez alatt. Az ölt volt a városi saját.
Isten. Ez talán... Mindegyik szép. Ez a saroképület, ez az egyik legrégebbi épülete a főutcának, ez az úgynevezett Lőcsei ház, és azért építették a szepesi gazdakereskedőt, hogy a kassára jönnek, legyen hol megszállni. És hát ebben a házban tartott a Brandenburgi Katalin és bátori az esküvőjét, és hát nagy volt a felháborodás, mert még a nemes embereknek is csak úgy tudott a város szállást adni, hogy szalmán kellett aludjanak. Annyi nagyság jött, hogy 200 társzekérrel, és ehhez megfelelő személyzettel jött csak a mennyasszony, és még a többi vendég sem. Ezt szóval be az utca felé látni, hogy ez milyen hatalmas ez az épület. Így olyan kisebbnek tűnik, de itt a kis utcában benézünk, ez mélyen benyúlik. Ez 91-ben árulta a város, mert elkadosodva a bankok felé, és annak idején ezt 5 millió koronáért meg lehetett venni. Hát tudod, ez milyen mélyen megy? Egész végig? Nem egész végig. Igen, felé, egész a felé. Nagyon nagy. Ez a Lőcsei ház eladó volt 91-ben. Itt van a Premontrei templom, mellett a Premontrei rendház, ott a magyar templom. És a Varga Tibor volt akkor a főpontjuk, minden követ megmozgatott, Halszi Jóska bárkit a földre, mindenban mehetünk fordulni. 5 millió korona nem volt egy olyan összeg azért 92-ben, hogy ezt az épületet megvessük, nem, mert szabalóversenyre kell, tal és dánc szünnepére, és nem tudom, beiratkozási programra, mondta Jóska bácsi, nem lehet, mikor ők átértek arra, hogy a felvidéken, hogy vásároljanak saját tulajdont a közösségek, addigra már úgy fölmentek az árak, hogy nem lehetett. Visszafele erre megyünk, itt van a református templom, úgyhogy majd visszafele a közelebb húzni valamit. Jó, csak kézzel. Mert csak Jani, elengednek egy kicsit, elengednek. Akármilyen ház, és borzasztó büszkék rá, mert hogy állítólag az eredeti alakba visszaállították, de én nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e nekem. Mert ott van az a fekete, és fönt van egy ilyen világosabb díszítés. Igen, és látom. Akkor, ha nem lenne az a tégla, hogyha sima fal lenne, úgy, mint középen, és akkor itt lejjebb ugyanúgy van az a freskocsi. És ha nem lenne az a téglat, akkor egész más mutatna szerintem. És ott a régi felirat a vendéglő. Ez az Orsi Viták temploma. A mi nagyszüleim korábban minden kassai lány az Orsolyákhoz járt iskolába. Ez az Apász, az Árda, itt van ez egész a másik oldalig, a Mészáros utcáig nyúlik. Hát most talán 7-en vagy 8-en vannak benne, de ez egy hatalmas épület, és hát nem tudom is, mivel foglalkoznak az Orsolyák. Azelőtt tanítvány volt, kimondottan lányiskolákat itt. Én nagyon jól. Kinek egy fényképet? Tudom. És hát a Premontrei rendház is így mindenfélének kiadja az alsó helységeit, de bent itt van egy belső udvarról, a templomba is be lehet menni, közül, mint egy hatalmas épület. És fönt az első emelet, az a konzulát is. Jól van, nézzük szívem. Ez pedig a Pestis Mária szobor, ez a legtöbb szepességi nagyon hasonlít a Temesvárira. Méghozzá milyen nagyot?
Az igen. Van vagy 30 centi hosszú. De itt van a konukhalat. Menjünk haza, vagy menjünk anyához. Menjünk haza, vagy menjünk anyához. Menjünk haza, vagy menjünk anyához. Csendben légy. Ez a tábla azt hirdeti, hogy itt Kasszoviasz név alatt egyetem volt, ami igaz, de abban az időben itt indult meg Kazinczy vezetésével a Kassai Múzeum az első magyar nyelvű újság. És ez az épület a Csáky Dezsőfi palota. Csáky Dezsőfi palota. Csáky Dezsőfi palota. És itt van most alulfelül magyar könyvet is áruló könyvesbolt. Hát így mondjuk az egy tizeden magyar könyvet. Kis rózsaszín, ez volt a hordómérő és pénzverő. Itt találták meg a Kassai aranyat. Ez a saroképület, ez az Andrássy palota. Itt egy gyönyörű kapu van, és a fönt oldalról látszik, ott megmaradt az Andrássy címer. Andrássy palota. Ott legfelül a címer. Igen, legfelül itt oldalról. Ez a kimagasló épület, itt ezen az van a háromszög, igen. Az a technikai múzeum, az régen a hadak urának volt mindig a szálláshelye. Úgyhogy itt Tököli, Rákóczi, Bocskai, mindenki itt szállt meg. És innen járt Rákóczi a másik oldalra a Ferencrendi templomba imádkozni, és itt volt egy tábla, amit 72-ben, amikor ezeket a hálaadó köveket mind leszették, mert mind magyar volt, és az oltár mögé befalasztották, az emléktábla is lekerült a Rákóczi emléktábla. Na, Civike, nyithass! Most ebben a Technikai Múzeum, ebben az volt nekünk a fájó, hogy 38-ban az akkori Magyarország egész területéről összegyűjtötték a technikai újdonságokat, és mind ide hozták. És persze ez 45 után itt is maradt. Abból építkeznek a mai napig. És mikor volt az álmodója a Mindenáresban, még az a szerencse, hogy egy magyarul beszélő rendes zsidó ember, a múzeum igazgatója, a Polák Robi, ő rengeteg mindent adott oda ennek a kiállításnak a megszervezésére, mert hát most már a legtöbb eredeti darab ugye tönkremenve, megrongálódva, a pincébe meg össze-vissza található. Ezerszer megbeszéltük lányok trikóját, szoknyáját, kabátját, nem emelgetjük. Megnézem az András címet. És a Ferencrendi templom mellett van a kolostor, és utána van egy bordó épület. A konviktus épülete, odahozták a pápát, amikor 92-ben Kassán volt, ott volt Európa első papképzője. Uh-huh. Meg is maradt a homlok, a Bátori Zsuzsán a Maraton, 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 a Maraton,
képesek voltak megcsinálni azt a szociban, hogy a 38 és 44 között maratonizutásokat kihagyták a számozásból. Mert az magyarok alatt volt. Mert az magyarok alatt volt, és akkor kiszedték őket. Tiszta gyagyások. Mert ugye, ha benne hagynák, hát több lenne, és a kutya se tudja, hogy itt Magyarország volt. Igen, de mivel az volt, akkor inkább kiszedik. Most menjünk anyához, hát nem így szűnünk. Megyünk anyához, hát tudod. Erre nem lehet menni anyához. De hogy is nem lehet menni anyához. De mi a múzeumban megyünk. Hát a múzeumban megyünk. De nem erre van a múzeum. Ez mivel ezt a Dezsifi csáki palotát, ugye visszakapta egy család, a hajós család, magánterület, és ők rendbe hozták itt. Ne húzgálj már szívem! Tanikám, de hát... Egy évvel ezért... Imola, ez nem fog így működni. Itt alakták a szobrot, ami Eszterházi János, és nincs kiírva a neve, hanem csak a rabszáma. Cidike? A hátsó traktusba kicsi. Különben itt gyönyörű kiállított termek, maguk a épületek, mint a termek is nagyon szépek, itt a galéria volt, mielőtt visszakaptunk. Gazdátlan is van, vagy tulajdonjogi vita, egyszerűen üresen áll. Nincs, aki megjegye, vagy kibérelje. Az Andrássy palotában van a legnagyobb cukrászda, hát ez lent fönt, ez hatalmas, és egy Jusufi nevű ilyen szerv alatt csinált ezt. Azelőtt itt volt, itt kezdte, azért van még itt kiírva a csütemények megfelelő, és már oda átköltözött, és ezt az ember többször letartóztatták, mert hogy a határon elkapták, hogy nem tudom hány kiló aranyat, meg ezüstöt hordott meg, és amikor azt nyitották, Göncz Árpád és Schuster, a két állam elnök nyírták a címort. Hát, hogy ez hogy csinálja ez a szerb ember, nem értünk. Itt befordulunk jobbra, és már itt is vagyunk szóval. Ez a Mészáros utca. Ez a Mészáros utca. A Mészáros utca. Itt van a Márói tábla. Ide költöztek a szüleim. Mikor ő 15-16 volt? Igen. Halló! Dobri nyönc, Flóra Tunyér. Jaj, jó napot kívánok, Tibor! Flóra nincs itt? Az ő kis repülőjén. Nagyon népszerű volt ez a csarnogózt, ugye keresztett pár. És hát nagy volt a sár, meg eső, meg rossz idő, és a pápa akkor még bírt, második János ahova jött, mindent letérdett, ez megcsapott a földet. És hát ott sár volt, ahogy leszállt ez a kis repülője. Vigyázz, nézzünk előtt. Jó, hát. És ő levette a balonkabátját, leterítette, hogy arra térdeljen a pápa. Egész középszobán ki az összes evangélikus, mindenki kiállt a pápa, nem szavazott rá. Ezen csúszott el. Ezen, mert a pápának odaadta a... Igen. A környékről. Meg is bukott, amit nem is nagyon bántunk, mert egy ravasz róka volt. Az ő apja, amikor ugye Eszterházi egyetlenként a zsidó törvények ellen szavazott, az ő apja bent ült a parlamentbe, a szlovák parlamentbe, pont akkor, mikor szavazni kellett, kiment vécére.
Hát az egész Csarnogorszki család egy ilyen sumát valami. Úgy jól, hogy az bejöhetsz a székbe. Gyere, én szeretnék. Én ülök le a te helyedre. Jó, üljél, és akkor én is beülök. Ebben a székbe üljél. Hát ha akarsz. Mondjad, szia Sándor bácsi. Ki fog nevetni? Mi azt mondják? Nézzétek meg, mi történt velem! Nézzétek, mi nőtt a fejemre! Látjátok? Köszönjük! Sziasztok! Azt hittem, azt mondod, hogy csókolom. Azt írja, hogy ez egy műterem volt. Halászfelé és csordáké. És azt írja, ugye, ezt így... Két kiemelkedő kassai festő. Na hát Halász Rajos se tudott egy szót se, szlovákul meg csordák se. Főként, amikor születhettek. Igen, szóval ők minden, csak nem magyar festők. Nem, minden. Ludovik Csordák és Elemér Halász. Menjük már! Kitűnő szlovák leesek. Festők. Egy kottára működik az agyuk. Leesek! Dehogy esem. Te ne fogd be a szemét, Lórina, mert nem lát akkor civiket. De hova tegyem akkor a kezem? A fülemre. És a csípődre. Jaj. Most meg nem hallom. Úgy kell neked. Szemöldök fára. És ezt egy ilyet csináltak ide, ami szimbolizálja, hogy itt folyt a patak. A csermely. A csermely patak a szobor előtt tettével, és ott, ahol mondtam, hogy most az angyalka van, régen a mindig az ügyeletes szobor áll, ott újra összeér. Uh-huh. Hát azért ilyen széles a fő utca, mert itt folyt a patak. Uh-huh. Cidike, tudod, hogy egy kopa halandoktól. Pap. A pápa képzés végül. Old Susan Balassai 1605. Itt van, és ő indította be a pap neveltét. Nem, azzal a piszkos kezeddel a tartozik. Régen itt volt a konzervatórium, kiskiratták a konzervatóriumot minden nap a rendje. Egy fél év alatt nem úgy, mint burított olyázik a lapokkal. És itt megcsinálták a kirakatot, meg ezeket a bejáratokat. A műemlékvédők semmi. Ilyen ablakok voltak végig, itt csak ablakok volt. És nekünk a Sas utcán nem tudtuk előre lépni, már egy kirakat egy ajtóban, hogy a másikra is megadják az engedélyt, hogy a homlokzattal már kezdjünk valamit. Én már olyan zabos vagyok. Után ki várni, hanem szépen meg kellene csinálni. Ott vannak a szomszédban. Arra megy el a lefeles naponta, és azon, amilyen van valami olyan oda. Ez a Hada urának az épülete, ez a bizonyos technikai múzeum, amit 38-ba föltöltöttek, és utána persze a Hadak múzeuma. Feltöltötték mindenre, utána a szlovákoké maradt. Nagyon érdekes. Balettermek, és most ilyen tulajdonjogi cirkuszolás van, de régen ide állt Anikó meg Flóri balettre, és volt egy nagyon szigorú, ő volt a szószóló, és ő elnevelte, mert hát ez egy nyugdíjas, egy idősebb valaki volt, balerina nyugdíjas, azt mondja, Tinike, ez a balerina nyugdíjas, ez veri a lányokat, hát neked nincs szíved. Ugye Zolit jó
tehát állapítjátok a lányok, azt mondja, muszáj menni, görbehátúak vagytok, nem tudtok mozogni, ez nem lehet, muszáj balettre járni. Ő volt a szószóló, hogy venni a lányok, a klinikát, ez nem lehet, hogy ők oda járnak. Még nem is tartja a füléhez, csak ugye a levegőben beszél ezzel a kelepkével, olyan fura, hogy... Itt ez volt az a, amit... A lőcsejház, igen. Ez a lőcsejház, amit azért építettek, hogy legyen hol aludni. Igen, a szepességi gazda kereskedőknek. És ez a Premontrai, ez a Premontrai iskola volt, a gimnázium. A baloldali. Ez a üresen. Itt lát, kínai étterem volt, egy ilyen őrült hodász volt, a régi tornatermi. Az ilyen. Most nem is tudom, hogy van. Amikor a régi premontrai diákos oda jönnek, hát sírnak ezelőtt az épület előtt, hogy mi lett belőle. Szlovák lett az apák. És nekik Jászóváron hatalmas birtokaik vannak, főleg erdőgazdaság, de halgazdaság, ami tönkre ment, meg minden, mindent visszakaptak. Semmivel nem tudnak lépni, folyik szét minden a kezük közül. És még az elején próbálkoztunk, vittünk oda vállalkozókat, meg jogász, meg mindent, hogy segítsenek, mert ugye mindig azt mondta az öreg apától, hogy ő ehhez nem ért, ami hát elhihet. Persze, nem kell, hogy értsen egy apát. De nem fogadott meg egy tanácsot se, folyik a kezekre a pénz. Ez a jogi akadémia, és ez még itt megy tovább, ez a premontrai épület, és hát talán innen a másik sarokról látszik, ott van a csemadok épület, egy olyan borsózöld, egy erkéllyel. Igen. Ott oldalról hull a vakolat, ez a szomszédos ház, az Tinódi Lanta Sebestyénnek ott van egy emléktáblája, hogy ott szállt le, mikor itt volt. És ott a rabok azt fölfésték a falra, pénzők arra, mindenki van állítva, és Miklós börtönnek hívják ezt. Ezt kérdezik, Miklós börtön. Miklós börtön, igen. Gyerünk, csalogulunk. Helyek szavazni. Ezt megkapta a református egyház. Firesznek kéne itt valamit csinálni, de nincs évek volt, ez csak megy tönkre, ez már 15 éve így. De gyönyörű, és lent is. Hát igen, de ez rengeteg pénz. Hú, de jó. És ez az utcát
macska, hát ez a Nógyirakba beindult, itt a Mesterségek utcája. Van itt fék, ami működik, kovács, műbútorasztalos, de hát még lehetne és kellene oda sok mindent csinálni. Menjünk! Fal, és ez egy bástyája. Ez a városfal. Ez a református templom kert tulajdonképpen, és az is a városfal, amit ott látni, és itt volt a bástya. És ide fölépítették a fejedelemnek a rodostói házát, annak a mását, a tenger körülbelül ott volt, ahol az alacsonyabb rész ablakai, és onnan, ami fönt van. Ide hozták el az eredeti ablakokat, homlokzatot és az ebédlőnek a faburkolatát, amit a fejedelem festett. Több ládányi ereke volt itt. 904-ben indult ez a hazahozatal, hogy az ingatlan, ezeket az apróságokat vagy használati tárgyakat is hazahozzák. Közben szólt az első világháború, akkor kezdték építeni ezt a házat, még az első világháború lett. Aztán egy kicsit megtorpant, aztán már mikor elkezdték volna építeni, jött a második világháború. Ezek a vannak erről leírások, hogy hány ládányi, több szekérnyi emlék megmaradt Rákóczi és Bujdosó társaitól, és háború után volt itt egy ismerősünk, aki azt mondta, hogy itt raktak mágiát, és égették el a rengeteg dolgot. Ez 62-63-ban volt. Végül ezt a rodostói házat 92-ben nyitották meg. Az első világháború előtt kezdték építeni, csak hogy 92-ben már nem nagyon volt mit beletenni. A temetési relikviák az Orbán toronyba, a többit széthorták, ellopták. Ez norvég pénzből lett felújítva, és itt volt a magyar zenenapja. Úgyhogy itt voltak a foglalkozó sátrak, a gyerekeknek, meg a könyvárosítás, frissítők, kolbászsütő, mindenki volt. Hányban égették el a cuccokat? 62. És itt van ez a színpad, ahol zajlott az esemény, és hát ezeken a csodákon, ezeken a rudakon nem igazán lehet ülni, úgyhogy még hoztunk 300 műanyag széket, hogy lehessen min ülni. És hát itt van egy kiállítás, ami hát ugye úgy volt a megnyitó előtt, hogy magyarul és szlovákul, illetve szlovákul és magyarul a név használatta. És ez a Polák Robi, akit már mondtam, hogy egy magyar zsidó fiatal ember, ezt emiatt elbocsájtották, úgyhogy farmert árult. És úgy van most ez itt berendezve, csak szlovák nyelvű a felirat. A keresztneveket szlovákul, Helena Zrinská, ovásítottak mindenkit. Tudnélik, a Szlovák Akadémiának van egy ilyen kiadványa, amiben azt írja, hogy 1850 előtt használatos neveket, családneveket, keresztneveket a szlovák helyesírás szerint kell használni. Szóval oda kell tenni az ovát, hogyha én Kovács lennék, akkor igen, mivel ez helyesírási hiba, belőlem Kovács ovát kellene csinálni, igen, automatikusan. És a nem, helyesírási irodából szabály, családnév, Kovács ova lennék. A nő ová, férfiak nem, úgyhogy azért van, hogy Helena Zrinská, mert azt nem lehet ovásítani. A Szabóvával van a legtöbb, nem mondjuk, az alapnév a Szabó. Igen. Most hát úgy kínálni, hogy Szabó ová. Igen. De ez nem megy, úgyhogy Szabóvá. De hát igen, akkor, ha az ovát levesszük, akkor Szabnak, nem a férjet, nem Szabnak hívják, de Szabónak. Hát szóval ilyen agyrémek. És akkor ez ilyen szék kellene legyen. Ez szék kellene, de nagyon. Hát ez nem lehet ülni. Hát Dani meg az apja, ugye úgy valahogy neki támaszkodtak, de nagy Dani sem bírta sokáig. De szerintem kellemetlen, hogy mondottam. Hát ez, én nem tudom, hogy lehetett ilyen őrültséget kitalálni. No, de hát szépen rendben hozták, hát legalább ennyi. Ezzel a szoborral sok minden volt, mert itt ilyenki nem nyertőság teljesen, olyan, mint egy paras csikós. Ez nem igaz. Hát örülünk, hogy van.
És hát aztán ezt a Polák Robit, akit elbocsájtottak és farmert árult, akkor volt egy ilyen fellendülés a jobboldali kormány alatt 8 évvel ezelőtt, ő lett most az igazgató, és az élet vele jól együtt dolgoz, és adja nekünk az udvart, és mindent, és ő megengedte ennek a szobornak a fölállítását, és itt volt még egy nagy fa, amilyen félfa volt, meg félig korhat, hát még ezt megengedték kivágni, sok minden volt. És ebben a bástya részben, hát itt van ez a kiállítás, ami nagyon szép, most meghosszabbították a lehetőséget. És ugye ők nem azt használják, hogy osztrák-magyar monarchia, hanem azt mondják, hogy uharszkok. Azt, hogy magyar, az nem jön ki a szájukon, és ők ezt úgy magyarázzák, hogy mondjuk a Anglia, Skócia, Írország, Ausztrália, etc. mind a Nagy-Britannia koronája alá tartozik. Ugye, hogy Nagy-Britannia monarchia, és az nem angol királyságnak hívják, de brit királyságnak hívják, mert az angolok csak egy része. Szóval találtak egy módot ahhoz, hogy egyáltalán ne legyenek magyar. És csak azt használják, hogy uhorszka, uhri, ungár. Uhorszka. Igen. Azt mondja, a lehetőségek országa. Hát az volt, csak minden kellett szépre. Hát azért, mert nagy veszély volt, ez az. Mindenkire veszi volt, a franciákra, az angolokra, gazdaságilag. Igen. Ez tényleg egy hatalmas nagy. Igen. És abban az időben, hát milyen gazdasági... Komoly erőt. Persze, persze, nagyon komoly erőt. Hát ott ahol valamilyen GDP-re leosztott statisztikákat láttam, hát a legmagasabb GDP. Igen, annak idején a magyar királyság. Na hát ezért aztán ezek a gyöngyszemek. František Rákóczi II. Második Rákóczi Ferenc, erre legalább fölírták magyarul is, mert akkor a magyar turista nem veszi, de hogy csak magyar legyen azért. František Rákóczi. Igen, Druhi. A második végére. Druhi. De hogy tudnak így a szlovákok élni, szóval ez az... Nagyon jó, nekik semmi bajok. Nem, semmi, szégyenézet. Nincs szégyenézet? Nincs erkölcsi... Nem is tudják. Hát fölnőtt 4-5 generáció, akinek fogalma sincs, hát én azt látom a munkahelyemen, amikor rákérdezem, hogy kerültek ide a magyarok? Hát mi az, hogy ide kerültek? Hát mi mindig itt voltak? Ők azt kérdezik, hogy kerültek ide? Igen, hogy kerültek ide a magyarok? És aztán, hogy elkönyveltek, hogy én magyar vagyok, és hát jó, hát magyar egyetlenül, hát. Ha már én ezt akarom, de amikor a lányai elmentek magyar iskolába, hát teljesen jó indulattal. Tehát ezért ezt nem lenne szabad. Gondoljam meg, hát szegény gyerekeknek tönkreteszem az életét. Hát azért hogy lehet Szlovákiában magyar iskolába járni? Hát ez már ilyen begyepesedő dolog, és különben is. Ez itt van a református egyház, ez a hátsó traktus, és a Kovács utca felé van az épület, de itt a belső részen itt lakik a tiszteletes sor, meg itt van, ide hozzák az emléktáblát, meg szobrot, meg minden hoztak Debrecenből. A Bocskai bátori minden, nem lehet volna kitenni. Ide akarták kitenni a Calvin közben, azt akarjuk, hogy ez Calvin közben, de megengedjék nem. Ez csak. Sötét volt, olyan kora reggel indultam. Cibike? Ne rángasd Imolát. A Nagy Liget? Mert ott volt a Hernádnak a... Nem, szívem, mert már megyünk haza. Ott van egy ilyen lyuk, ahol a Hernád átfolyt. Most ott ilyen... Többsávos út van. Elmegyünk, autó, utána jövünk vissza. Nem, akkor együtt megyünk. Nem, együtt megyünk. Na, hát akkor mi is elmegyünk. Hát akkor megvárunk, na. Nem, az messze van. Hát arra is hazamehetünk. Arra akarok én hazamenni. Szeretnél. Republikák. Cseh tisztviselőknek építették őket. Igen, egy picit látszik a bás.
bástya. A külső városban meg a bástya. Ha tudtam, hogy erre jövünk, akkor annyira biztosítás. Négy szobás cselédszobába. Ez a Jakab palota, egy téglagyáros építette, és a Vajda Hunyad várára épült. Egy pillanat meg is mutatom, ez olyan, mint Vajda Hunyad vára. Jakab palota. És alatta folyt a víz akkoriban. Ez a liget. Itt szállt meg. Ez a kassai őrjáratnak a helyszíne, akkor ír erről a kávéházról. Itt tartózkodik 3 napot, repülővel jön és elbocsúdik a várostól. Erről szól a kassai őrjárat. Mára itt szállt meg utoljára. A hotelben. San Diego-ba halt meg. Ez a Maléterház, Malétert, akit 56-ban kivégeztek, mert átállt a forradalmára, oldalára. Maléterház. Ez egy belső udvar. Hatalmas nagyok a házak. Nézzük, mekkora belső udvara. Ebben a házban született 1891. február 11-én a kiváló magyar kommunista költő, publicista és internacionalista forradalmár, Komját Aladár. Ebben a házban. Persze, ha most élne, akkor Komjátová kellene legyen. Elfből, amit hallottátok. Komjátová, Aladárová. Valami ilyesmi. Komjátov. Itt a harang. Ez a harangöntőknek az utcája. És meg kell mutassam nektek, itt lakik Piroska. Ide valósi, és ezért jöttünk Kassára. Hogy Piroskát az orvoshoz vittük. Csak felvettem, hogy itt lakik Piroska. Ide valósi. Hol van most Piroska? Szeretőnél vagy a vizsgáztatónál? Vizsgáztatónál? Na nyomás fel! 1, 2